Mindenki a buszbaleset áldozataira emlékezett ma. Bizottság alakult 60 fejlesztéséért. 750 éves lőrinci koncerttel indult az emlékév. Köszöntöm Önöket 2017. január 23-án a Nemzeti Gyásznapon. Kis Balázs Levente vagyok, Gyöngyös és a Hatvani térség friss és fontos híreivel. Ma mindenki a hétvégi veronai buszbaleset áldozataira emlékezett Magyarországon. Szentmiséket, iskolai és intézményi megemlékezéseket tartottak országszerte. Gyöngyösen is megemlékeztek az áldozatokról. A gyöngyösi Belzenagy János Gimnázium homlokzatára is felkerült a gyászlobogó. Itt egy perces néma csenddel emlékeztek meg a szombati tragédia áldozatairól, valamint a diák önkormányzat az iskola aulájában egy mécses gyújtott az áldozatok emlékére. Emlékünk örökké van. Szombaton az olaszországi Verona közelében oszlopnak ütközött és kigyulladt egy 54 utast, főként magyar fiatalokat szállító busz, akik síelésből tartottak hazafelé. 16-an meghaltak, több mint 20-an megsérültek. A buszon nagyrészt a budapesti Szinyei Mellse Pál gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és családtagok utaztak. A Belzenagy János gimnáziumban két hete ért véget egy sítábor, és februárban indul egy újabb turnus Ausztriába. Ilyenkor egyből az ötlődik fel különösen, hogy ugye gimnazisták voltak az áldozatok, hogy mi lett volna, ha velünk történik, hogy mi lett volna, ha a barátommal, ismerősömmel, pattársammal, osztálytársammal, és különösen akkor ez a gondolat megfogalmazódik, hiszen múlt héten, vagy illetve azelőtt ért haza az iskolai sítáborunk. Tehát ez különösen borzasztó mindenkiben. Az elborzadás van csak, illetve a gyász. A baleset körülményeit a magyar szakértők bevonásával még vizsgálja az olasz hatóság. Egyelőre még nem tisztázott, hogy mi okozta a balesetet. Spisák Bence, a Belzenagy János Gimnázium diák önkormányzatának elnöke szerint az ilyen esetekre nem lehet felkészülni. Sajnos így, hogy bárkivel ez bármikor megtörténhet, de viszont ezt a tragédiát arra fel lehet használni, hogy beszélgessenek a fiatalok, illetve a diákok, és hogyha tényleg ennek a balesetnek valami szabály, be nem tartás volt az oka, akkor tényleg azt a jogszabályi háttereket tisztázni kell, illetve szigorítani kell, de erre gyakorlatilag nem lehet felkészülni. Az ország és a térség szinte összes iskolája osztozott a gyászban, és megemlékezett valamilyen formában az áldozatokról. A második körben már különbizottsági szinten folytatódik a Szabó Zsolt által 60 vezetői felé kezdeményezett egyeztetés a város számára fontos fejlesztések megvalósításáról. A képviselő arra vár, hogy a város polgármestere meghatározza, miben számít pontosan a segítségére. Erről az államtitkár nyilatkozott a HOTV-nek, s elárulta, a párbeszéddel a cél továbbra is az, hogy a 60-iak mosolyogni tudjanak. Tavaly decemberben számoltunk be arról, hogy Szabó Zsolt államtitkár, a 60. központú választókörzet Fideszes országgyűlési képviselője segítő szándékú együttműködést kezdeményezett 60 város polgármesterével. A folyamat el is indult 60, illetve a 60-iak érdekében. Kezdeményezünk tárgyalásokat, hogy a fejlesztéseket minél inkább tudjuk előrehozni, és minél inkább szebb és jobb dolgokat tudjunk 60-ba alkotni. Most ott tart a dolog, hogy megint történt egy kezdeményezés, ez a bizottsági munkának az elkezdése. Egy olyan munkacsapat, amelyben mérnök, közgazdász, marketing szakember dolgozik össze, együtt dolgozik a várossal. A második alkalommal tehát már egy bizottság megalakításával és bevonásával folytatódnak az egyeztetések a 60-i városházán. Szabó Zsolt most arra vár, hogy a városvezetés meghatározza, hol és miben tudna a 60 önkormányzatának érdemben segíteni a város államtitkári rangú képviselője. A cél az, hogy beszéljük át, hogy mire van szükség. Szeretnénk megtudni a polgármester úrtól, hogy mit szeretne, mik a város stratégiai elképzelései, milyen irányban megyünk tovább, és hát miben tudok segíteni. Nyilván még mindig az a cél, hogy a 60-iak mosolyogjanak. A városban eddig is voltak Szabó Zsolthoz köthető jelentős fejlesztések, intézménykorszerűsítések, útfelújítások, bővültek a munkahely lehetőségek. Ahogy telik az idő, úgy érhető el egyre kevesebb pályázati forrás a város számára, ezért lépni kell, főleg, hogy ehhez továbbra is komoly eszközök állnak a város rendelkezésére, nem beszélve a helyi kötődésű lobby fontosságáról, hangsúlyozta Szabó Zsolt. Én úgy vélem, hogy az a
az energia és az a kapacitás, az a lehetőség, ami hozzám kapcsolható, és amiben tudok segíteni, ráadásul úgy, hogy 60-i vagyok, itt élek a városban, itt is fogok élni, nagyon szeretem a várost, a saját városomnak nézem, hiszen csak úgy tud az ember lélekből azonosulni, hogyha magáinak érzi a problémát, a feladatkört, de én úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget ki kell használni, és támaszkodni kell rám. Az önkormányzattal folytatott szakmai párbeszéd mellett ugyanakkor az is tény, hogy indul a Diszi és a Széchenyi középiskola fejlesztése 60-ban, és többek között a kórház felújítás is folytatódik, emlékeztetett Szabó Zsolt. És már meg is indultak a tárgyalások, hétfő délelőtt Szabó Zsolt képviselői irodájában találkoztak a tárgyaló partnerek. A közel 30 éves tavaszi emlékhadjárat rendezvénysorozatot az abban résztvevő 40 település közösen terjeszteni fel a Hungarikumbá nyilvánításra. Az emlékhadjárat ma Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénye, melynek hatására sokan öltik magukra újra az elfeledett viseleteket. 60 is csatlakozni kíván a felterjesztéshez egy előterjesztés szerint. Egész éves programsorozattal ünnepli meg Lőrinci városa 750 éves fennállását, valamint azt, hogy már 25 éve, hogy megkapta a városi rangot. A kultúra napjához kapcsolódva a programsorozatot az Egri Minaret Kamarazenekar újévi koncertje kezdte a Közösségi Házban. 750 éve létezik Lőrinci település, mely 25 évvel ezelőtt kapta meg a városi rangot. Ezt az évfordulót méltó módon tervezik megünnepelni, ezért minden hónapra egy olyan programot szerveznek, ami még nem volt addig a város életében. A kultúra napjához kapcsolódóan a helyi közösségi házban péntek este egy újévi koncert nyitotta meg a sorozatot az Egri Minaret Kamarazenekar fellépésével. Heves megyében több szimfonikus zenekar mellett egy hiánypótló formációként jött létre a 20 tagú kamarazenekar, melyet az Egri Zenészek Egyesülete keltett életre. Az újévi koncertre operettel, lendületes keringőkkel, valcerrel, Strauss polkákkal készültek. Van hiánypótló amiatt is, mert olyan fajta műfajokat játszunk és éltetünk, ami a közönség számára nagyon fontos, tehát szórakoztató zenei műfajokat, de a szórakoztatásnak az igényes, nagyon magas művészi fokát választottuk. És hát ha egy picit visszakanyarodunk a tánzzal fesztiválok világába, ugye ott is nagyobb zenekarokkal, vonósokkal, fűvósokkal kiegészítve szólaltak meg a slágerek, mi is csipegetünk abból a műfajból, tehát a könnyű zene felé is kalandozunk az operettek világába, és azért hiánypótló, azért különleges, mert többfajta műfajban igenis otthonos és helytáll ez a zenekar. A formáció Gonda László zongoraművész és Báder Ernő Prímás Prímadíjas duójából nőtte ki magát, tagjai nagyrészt Heves, illetve Pest megyei művészek. Az újévi koncert hangulatát tovább emelte a vendégelőadóként meghívott Szabó Krisztina opera énekes fellépése is. A Mudzsahid Zoltánnal is együtt zenélő kamarazenekarral nyáron Gyöngyösön, illetve Egerben az Agria nyári játékokon is találkozhat a zenekedvelő. Mudzsahid Zoltánnal pedig egy Szécsi Pál műsor terveznek, és tovább viszik a Szenes Iván Show-t is. Lőrinci város pedig februártól újabb színes programokkal várja a kultúra kedvelő közönséget. Február hónapban a lengyel testvérvárosaink jönnek hozzánk, akik szintén egy kulturális programmal fognak majd kedveskedni Lőrinci város lakosságának. És a következő hónapban is lesz egy rendezvény, ahol a lakosok méltóképpen meg fogják ünnepelni a város születésnapját. A fő program, a fő ünnepség az augusztus 26-27-én lesz, úgynevezett városnapunkon. Ott minden testvérvárosból lesz egy-egy delegáció. Az augusztusi nagyszabású ünnepségen köszöntenek mindenkit, aki sokat tett a településért, vagy valamilyen úton-módon kötődik Lőrincihez. Újra pályázhatnak a mikrokis és középvállalkozások eszközvásárlásra, új technológiai rendszerek kialakítására, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, a megpályázható összegek pedig magasabbak lesznek, hívta fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kapacitásbővítő beruházások támogatására például 21 milliárd forint keretösszegre pályázhatnak a vállalkozások.
A társadalom kezdi megismerni a magyar magáncsőd szabályrendszerét, erre következtet a Magyar Idők szerint a Kereszténydemokrata párt alelnöke Rétvári Bence. Az elmúlt 3 hónapban 130 új család csatlakozott a lehetőséghez. Január közepén 642 adósmentő eljárást tartottak nyilván, az ügyek összesen 1600 személyt óvtak meg az anyagi ellehetetlenüléstől. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak, friss híreinket keressék a 60online.hu-n. Nyugodt estét kívánok, a viszontlátásra! Kedden már sok lesz felettünk a felhő, de néhol már felszakadozhat a felhőzet. Pára köd, zúzmarás köd továbbra is előfordulhat. Délután -3 és +5 fok várható. Szerdán is többfelé lesz nyírkos a reggel, helyenként napközben is megmaradhat a köd, néhol már több órára is kisüthet a nap. Délután -3 és +4 fok valószínű. A jövő hét második felében többfelé tartósan ködös és szürke időre készülhetünk.